Írók és Szerelmek című műsorunk második részéhez érkeztünk. A legelső részben Petőfi és Júlia szerelmének kibontakozásáról, találkozásokról, de kételyekről is szó volt. A második részben megtudhatjuk, hogy ki is volt ez a Térei Mária, mitől volt más Szendrey Júlia kortársaitól, illetve azt is, hogy Szendrey Ignác miért nem akarhatta azt, hogy Petőfi a lánya férje legyen. Térei Mari a nagykárolyi Károlyi család egy másik jószág kormányzójának, az erdődi, talán az erdődi inspektornak volt a lánya, ebben most nem vagyok biztos, talán az erdődi inspektornak volt a lánya, és őnek is volt egy hasonló szerelmi története, igaz, az beteljesületlen szerelmi történet volt, mint Júliának Petőfivel. Egy évvel hamarabb zajlott ez a történet. 1845-öt írunk, és a szerelem tárgya az idősebb Ábrányi Kornél, vagy Eördög Kornél, ugyanis nemesi családnév változtatást kért ez az úriember. Ő egy zeneszerző dinasztiának az alapító tagja, Nyírábrányban, a mai Nyírábrányhoz tartozó egykori Szentgyörgy Ábrányon voltak ők birtokosok, és ugye hát földrajzi közelség, bálozások, stb., mert Nyírábrány az már inkább Károly fele húz földrajzilag, illetve szociális téren, tehát kulturális társadalmi kapcsolatok terén, és Térei Mari 1845-ben belehabarodott fülig ebbe az Ábrányi Kornélba. Nyilván az ő édesapja tiltotta ezt a szerelmet, ennek a szerelemnek nem lett beteljesülése. Térei Mari majd később hozzáment más valakihez, és valószínűleg innen indulva Térei Mari Kebel barátnőjének kézzel-lábbal segített mediálni közte, illetve Petőfi között. Akkor is, amikor összevesztek, akkor is, amikor éppen szerették egymást, de Szendrey Ignác belekavart a dolgokba, Térei Mari az mindig ott volt Szendrey Júlia mellett. Addig halványult egy kicsit a kapcsolatuk, míg Térei Marinak a figyelme ugye a szerelemre összpontosult, Ábrányi Kornéra, addig a levelezésük egy kicsikét megritkult, meg is szakadt a kapcsolat, aztán amikor múlt a szerelem, Térei Mari ismét felvette a kapcsolatot Júliával. Szendrey Emiliának a visszaemlékezése alapján, mikor Petőfi Júliával, Szendrey Júliával kimondta Erdődön a Boldogító, igen tudja, a Várkápolnában, aminek az oltára most bent van a nagykárolyi templomban, katolikus templomban, úgy tudom. Tehát megvan az oltára, mielőtt Petőfi meg Júlia esküdött. A magyar irodalom történet kutatás nem tudta, hogy Szendrey Ignác merre volt, mert azt tudta mindenki, hogy Szendrey Ignác nem volt ott, de azt nem tudták, hogy merre volt. Hát Szendrey Ignác itt volt Szalacson, Szendrey Emiliának a visszaemlékezés alapján, itt ott volt, aki magát az unokatestvér öccsénél, Szendrey Lászlónál. Szerintem sok szempontból nyilván nagyon más volt, mint a korabeli nők Szendrey Júlia. De nem azért főként, ami így a köztudatban leginkább rögzült róla, ez a rövid haj, nadrág, dohányzás, mert ugye ennek a nagy részét a rossz akarói jegyezték föl róla, nagy részt eltúlozva. Tehát, hogy itt egyes elemek esetében még az is kétséges, hogy valóban megtörténtek-e. Sokkal inkább a gondolkodás módjában látom azt, hogy miben volt más, mint a kortársai. És ez szerintem leginkább az, hogy mert nagyon szabadon gondolkodni, mert átlépni azokat a társadalmi korlátokat, amiket mások nem mertek. Ugye ez önmagában abban is tetten érhető, hogy egyáltalán hozzá mert menni Petőfihez, amért mindenki a közvetlen környezetében hát egy balga lánynak nézte, mert ez teljes mértékben ellentmondott mindennek, amire őt a neveltetése meg a születése predesztinálta volna. Tehát az, hogy annyira kimert lépni azok közül a gondolkodás módbeli keretek közül, amik szabályozták akkor a nők életét, ez szerintem önmagában nagyon figyelemreméltó, és sokkal mélyebb értelemben mutatja az ő különlegességét, mint az olyan felszínes, de látványosabb elemek, mint a nadrágviselés mondjuk.
Sándorunk robbanékonysága, az a végső boldogságot a nagyon nyugodt családi környezetben képzelte el. A történelem ezt felülírta, meg a történelmi események felülírták, de furcsa mód itt inkább a hölgy volt az, aki a korban legalábbis egy picit rendhagyónak számított. Persze nagyon sok túlzás van abban, amit mondjuk a 20. század elején a nyugatosok róla állítanak, hogy mondjuk nadrágot hordott és szivarozott és rövidre nyírta a haját, mert ez azért nem így volt, de ő az erdődi uradalmi édesapa vezetőnek a lánya, aki nagyon művelt, olvas, zongorázik, nyelveken, idegen nyelveken olvas, ugye később az egyik legfontosabb Andersen fordítónk is ő. És valóban ki akar lépni abból a szerepből, amit azért a 19. század derekán, hát nyilván a nőknek szántak, lovagol, és ugye Petőfivel is tulajdonképpen egy ilyenfajta kapcsolatra lép, mikor ők felkerülnek a fővárosba, akkor Petőfiről szoktam mondani, meg tanítani, hogy ő azért a saját önkultuszát is generálta. Mikor elmegy Barambás Miklóshoz, akkor elviszi a feleségét is. Van egy híres portréja Petőfinek, azt talán mindenki ismeri, amikor így karddal az oldalán, nemzetőr szalaggal a kezén. Ez egy litográfia, amit Barambás Miklós rajzol róla, és ugyanakkor rajzolja meg Szendrei Júliát is, az asszonyt. Úgyhogy a tragikus halál, a nagyon korai tragikus halál, mert ez a kapcsolat, hogyha így végig gondoljuk, ez mindösszesen 3 esztendeig tarthatott, akkor ez eleve egy szerepet ruház rá, egy nagyon terhes szerepet Júliára is. Júlia egyébként foglalkozott rövid prózával és foglalkozott versekkel, most az utóbbi években nagyon sokan elő is keresték ezeket a kéziratokat, de ő mégis mint a nemzet özvegye maradt meg a köztudatban, és legalábbis ugye 48-49 után, Petőfi halála után hát nagyon nagy terheket is vett magára, ez már tulajdonképpen Arany Jánostól indult, nagyon sokan azt akarták, hogy ő gyakorlatilag csak Petőfi özvegyeként maradjon fönt. Tehát azt a részét, amit az alkotó, önértéken alkotó Szendrei Júlia, mint költő, mint fordító, mint naplóíró letett az asztalra, azt agyon hallgatták. Tehát arról nem is igazán volt szó. Szendrei Ignácról is 200 éven keresztül az a kép élt, hogy ő egy rettenetes, durva természetű após, aki Petőfit csak lenézte, valóban lenézte, mert hát ugye akkor, amikor Petőfi csapta a szelet Júliának, még csak egy, hát mondjuk így egy tekergőcsavargó költő volt, aki mellesleg egy tehetséges költő volt, mert ugye már a korszakba sztárolták Petőfit, de attól még nem volt a korszak mentalitásának megfelelően egy becsületes állása, nem volt egy vármegyénél alkalmazva, vagy egy egyházi pályán, vagy bármilyen, ami egy fix jövedelmet biztosított, egy megélhetést biztosított volna a leendő családjának. És ilyen szempontból Szendrei Ignácnak az ítélete az teljesen a lányát féltő apának a valós aggodalma. Amúgy, mikor már hallotta 1848 folyamán, hogy azért a veje mekkora egy sztár, ő azért kibékült, de Petőfi szerintem az addig kapott tüskéket ő nem nyelte le, és ő később is eléggé lekezelően bánt az öreggel. Bár Szendrei Ignác 1848-ban Debrecenbe 2 házat vett, és Debrecen körül egy birtokot azért, hogy Petőfinek, Júliának megélhetést biztosítson, illetve ő is oda települjön hozzájuk közel. Főleg a kisebbik lányával, Máriával folytatott levelezése alapján bontakozik ki Szendrei Ignácnak az a rendkívül gondoskodó és rendkívül odafigyelő apa szerepe, apa személyisége, ami odáig ment el, hogy még Júliának is, meg Máriának is a gyermek gondozással kapcsolatos tanácsokat adott. Ő férfi ember, aki egész életében a jószágokat rendezte, ugye hatalmas nagy birtokokat igazgatott, és ezekből az intim levelezésekből, ezekből ilyen dolgok is előjönnek. És ez egy teljesen más képet rajzol arról a Szendrei Ignácról, akit eddig hittünk. Nagyon fontos a társadalmi rang is. Hoztam egy idézetet, megkeresem. Ugye tulajdonképpen Ady Endre, aki mondom imádta Petőfit, és nem kevéssé rajongott Aranyért, egy dologban egyetértett Arany Jánossal, és pedig Júlia megítélésében.
és ez nem volt túl pozitív. Ő azt írta, mármint hogy Adi, hogy tulajdonképpen az erdődi George Sand, tehát ez a nagyon feminista hölgy, ez Petőfit használta volna ahhoz, hogy ő érvényesüljön. Hát ez abszolút nem így van. Gondoljunk bele, hogy azért egy alsóbb társadalmi rétegből jön a mi költőnk, és valóban a szalonok világához egy tulajdonképpen egy középpolgári, meg egy nemesi réteghez kapcsolódik, és majd ugyanúgy, ahogy egyébként Adit Léda viszi be bizonyos társadalmi körökbe, ugyanúgy a Szendrei Júlia vezeti inkább be Petőfit, mint hogy fordítva lenne. Az idézet az pedig így hangzik. Petőfi azt kereste a házasságban, mármint írja Adi Júliáról és Petőfiről, aminek még a gondolatától is Szendrei Júlia menekült, egészséges, közönséges szomszédaink idilliét. Persze, hogy ilyen esetben minden Petőfi úgy lakul, mint a miénk, aki éppen Szendrei Júliában fedezi föl a nagy sors probléma megoldóját. A lényeg az, hogy azt írja nagyon igaztalanul, hogy Júlia úgy gondolta, elég az, hogy Petőfi elviszi városi életbe, lázba, szenzációba, szabadságba, férfiak győzelmek lehetőségek közé. Mikor Petőfivel összezördül, mondom, volt ilyen, Amerikába készül, de Párizson keresztül franciául tanul nagy hévvel, hogy kurizáltasson magának a francia gavalléroktól. Hát ez több, mint igaztalan Aditól, teljesen alaptalan. A házasságot a Frigyet egyébként az édesapja, tehát a Júlia édesapja azért nem támogatta, nem is volt jelen, és picit érthető ez is, tehát ugye, hogyha Petőfit megnézte, akkor azt mondja, hogy egy korábbi vándorszínész volt, honnan indult, milyen társadalmi és egyéb helyzetből, rangból, és Júliának volt egyfajta kalandor vágya, még egyszer mondom, 18 esztendős volt, hogy majd akkor Petőfi mellett milyen nagy világi életet él. Valóban föl is kerülnek Pestre, ugye akkor még nem Budapestre, csak Pestre fölkerülnek, és ott Petőfi valóban az irodalmi élet egyik központi alakja lesz, például a Tízek Társaságát ő szervezi. De amikor ugye a forradalom kitör, és akkor a híres eseményekben ugye elfoglalják a Hekenászt nyomdát, és ott ugye Petőfi barátja Jókai mond majd beszédet, ezek ma azt mondanánk, hogy nagyon jól megkoreografált szerepben zajlanak, és Petőfi mindenütt ott van, ahol lehet. Másrészt pedig hát nagyon sok kultikus esemény tapadt ezekre a dolgokra, például Petőfi nem szavalt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, szavalt áprilisban ugyanott egy másik verset, és ezzel így összemossa a kulturális emlékezet, meg kiadták megzenésítve a nemzeti dalt egy olyan borítóval, amelyeken a Nemzeti Múzeum lépcsője látható, és a rajta szavaló Petőfi. De akkor pontosan március 15-én nem szavalt. Ott nem is volt rá szükség, mert miután elfoglalták a nyomdát, ezt nagyon sok, tehát ilyen röplapszerűen nyomtatták. Ugyanúgy, ahogy a 12 pontot, ami ugye nem Petőfinkhez kapcsolódik, de azért mégis ugyanilyen fontos szerepe volt. Szóval Szendrei Júlia részt vett a forradalmi eseményekben. Már a megismerkedésükkor van egy olyan szép sora egy levele Petőfihez, ugyanúgy, mint ahogyan ez az ezerszer Júlia, hogy ő nem akar tündökölni, csak amióta megismerte Sándort, hogy az ő oldalán, de azért, hogy a férfiú ebben kiteljesedhessen, megnyugodhasson. Petőfi eltűnése után Szendrei Júlia élete gyökeresen megváltozott. Ezzel le is zárjuk az ő szerelmi történetüket. A következő részben szó lesz Szendrei Júlia második házasságáról, illetve megtudhatjuk, hogy milyen volt anyaként, feleségként és íróként.